Ahogyan Kovács Miklósné intézményvezető elmondta, a tavalyi évben nyerte el az iskola az Állatbarát iskola címet. A mai napon kisállatbemutatót szerveztünk az iskolánkban az alsó és felső tagozatos gyerekek részére, hiszen ezen a héten az állatvédelmi témahét kezdődött el, és mivel iskolánk tavaly elnyerte az Állatbarát iskola címet, így ennek keretében nagyon sok olyan programot szervezünk a gyerekeknek, amely az állatokkal kapcsolatos, amelyek az állatok védelmi, az állatok szeretetére neveli a gyerekeket. A fő célja az, hogy itt a gyerekek most szabadon, és hál' Istennek jó idő van, és megmutathassák egymásnak a kis kedvenceiket. Ezt az előzte meg, hogy lehetett szelfizni a kis kedvencekkel, és küldték a diák önkormányzatot vezető pedagógusnak ezeket a képeket a gyerekek, amely hamarosan az iskolának a Facebook oldalán lesz majd látható. A továbbiakban Háló Csenda Anikó, a nap egyik főszervezője szólt a napi programokról. A leginkább, ami jellemző a házaknál, ugye a cica, a kutyus, de érkezett papagáj, nyuszi, méhecske, ami nekem különleges, mert a tavalyi évben még nem volt. Csigák, hát igazából hirtelen talán ennyi, amit úgy elsőre meg tudtam jegyezni, de nagyon sokféle állat érkezett. Én igazából az eddigi tapasztalatok alapján azt látom, hogy a gyerekek imádják az állatokat, és a gyermeki mosoly mindent elmond. Nagyon szeretik őket szeretgetni, simogatni. Én nagyon sok gyerkőcöt látok a regisztráció alapján, szerintem legalább 50-60 kisállatnál tartunk most, és a legtöbb kisállat nem csak a gazdi, hanem a gazdi szülője is, ugye a szülő is érkezett. Ferenci Andrea társszervező szólt a program végén tartandó kutyaügyességi bemutatóról, valamint a program fontosságáról. A diák önkormányzattal együtt megszerveztük ezt a mai délutánt, ahol a kedvenceknek a bemutatása, illetve édesanyám vezetésével egy kutyaügyességi bemutató lesz a mai napon az Állatok Világnapjához kapcsolódóan. Egy másik apropója, az Állatbarát általános iskola pályázaton szeretnék indulni a 2024-es év tanév végén, és ide is szeretnénk gyűjteni ehhez anyagot. Az Állatbarát általános iskola pályázatot az Egészségügy, az Igazságügyi Minisztérium és az Állatorvostudományi Egyetem közösen hirdette meg ezt a pályázatot, amelyen elindult iskolánk, és ezen a 2022-23-as tanévben megnyerte az iskolánk ezt a címet, és nagyon büszkén viseljük. A nap folyamán legalább 60 állat vonult fel, és tartott érdeklődésre számot egy jó hangulatú, napsütéses délutánon.